Köszöntöm nézőinket, ez a Kultusz 91. adása. Lássuk a mai kulturális kínálatot az elmúlt időszak terméséből. Ma színházi előadások, egy jársági festő téli csendélete és szimfonikus koncert is szerepel a műsor kulturális palettáján. Február 2-án kedden délután bemutatták a hónap műtárgyát a Szikra Galériában, mely ezúttal Lakída Asztali csendélet télen című festménye lett. Az est fénypontját, Lakída egyik gyönyörű festményét be tudjuk majd mutatni. Szikra István, a Szikra Galéria tulajdonosa vezette fel a hónap műtárgya sorozat legújabb művét, mely az említett Jász Jákó Halmi festőművész Lakída alkotása Asztali csendélet télen címmel. Lakída festőművész Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán tanult mesterei Pór Bertalanc, Meti János, Barcsai Jenő voltak. Olaszországban és Franciaországban is járt tanulmányutakon, majd hazai egyéni és csoportos tárlatokon mutatta be munkáit. Lakída több mint 94 évet élt, sajnos a múlt évben elhunyt, és januárban van a születésnapja, és hát januárhoz közel van a február, ezért gondoltuk, hogy most az ő festményét mutatjuk be, a korai időszakából való asztali csendélet télen. Ezt fogjuk ma este a közönség elé tárni. Hogyan lehetne jellemezni a festőművész pályafutását, a stílusát? Hát a pályafutását a II. Világháború után, mint fiatal ember, került a Jákóhalmáról Budapestre, és ott végezte el a főiskolát, és kiváló mesterei voltak, többek között Szőny is, és elindult egy ilyen naturalista útvonalon, úgy, ahogy nagyon sokan a pályájukat elkezdték, és ez legalább két évtizedig tartott, még nem. A 1970-es években a fia villamos mérnök, és a otthon, ugye a fiú hazavitt néhány nyomtatott áramkiri lemezt, ez megkapta a Lakídát, és innentől kezdve jó néhány festményén megjelent ez a motívum, a nyomtatott áramkiri lemez motívuma. Ilyen motívumokat használó festmény a Tudásfája című olajkép, melyet egy éve januárban a művész halála előtt mutattak be a nagyértelműnek. Most pedig Varga József Zsolt festőművész méltatta a kiállított asztali csendéletet. Lakída művészete elsősorban lírai karakterű, impressionizmussal ötvözve. Jellemző a művészre, hogy meditatív személyiség, tehát ez a műveiből is, főleg az ember ábrázolásaival látszik. Amit fontosnak tartok még elmondani, hogy hát a színvilága igen gazdag, amint látjuk, olajtemperával dolgozik, ez az egész művészetére jellemző volt. Először a korai korszakában az emberábrázolás volt inkább, utána átért a csendéletre, a virágcsendéletre, de az ember folyamatosan, mint mellékszereplő, ott maradt neki a műveibe, kis applikált fotó formájában, mint ahogy itt is látszik. Az impressionizmus fényimádatából a színek szeretetét vitte fel a vászonra, majd megérkezett a nyomtatott áramkörök kora, és a belőlük lüktető bioritmus bemutatása zárta le életművét. Ami igazándiból jellemző Lakídára, azt meg lehet figyelni, hogy ilyen fehér kontúr vonalakkal köti össze, mint egy labirintus, összeköti a színfoltokat, színmezőket, és ez valójában egy egyedi arculatot teremt a virágcsendélet festészetben, mert nagyon sokan művelik, de ilyen módszerrel, ahogy ő megjeleníti, ez teljesen egyedi karakter. Közgyűjteményekben az alkotó munkái közül a Magyar Nemzeti Galériában és a Debreceni Déli Múzeumban is találunk festményeket. Szülőfaluja Helytörténeti Múzeuma pedig állandó kiállításon mutatja be alkotásait.
Phoenix Fészek Műhelyház Ki van a határon túl című előadás sorozata a következő állomásához ért február 3-án. A Csavar Színház előadásában Csokonai Vígeposzát, a Dorottyát látatta a közönség. Életlen a pár sándorjai, s Dorottyát kilátlan a dában bajos állapotját. Karnevás az ifjak ellen feltámad, diadalmat is nyer, pártára húg. A Csavar Színház Gál Tamás vezetésével évek óta sikeresen működik. Petőfi a helység kalapácsa és Arany a nagyidai cigányok című előadásaik után megint egy klasszikushoz nyúltak. Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című vígeposzát dolgozták fel. Időrendben hátra felé. Ugye a művek születése először volt a Dorottya, utána a helység kalapácsa és utána a nagyidai cigányok. Mi kicsit megkevertük a sorrendet, pedig hát tulajdonképpen a nagyidai cigányok és a helység kalapácsa, az, ha nincs a Dorottya, talán ezek a művek meg sem születnek, a helység kalapács és a nagyidei cigányok. Hiszen a nagymester az Csokonai volt, tehát Petőfi és Arany János nagymestere. Érezni lehet a szövegekben is az áthallásokat, de ilyen egészséges természetesen, hogy inspirálódtak ezek a nagy költők. Csokonai Dorottyájának főszereplő karakterét sokan ismerhetik, ám Gál Tamás sziporkázó előadásmódjában még borzasztóbb és rusnyabb képet kaptunk róla. Úgy pislog, béhullott szeme két tájéka. Mint a kocsonyába fagyott varasbéka. A vénység kiverte púderrel hajait. Kitördelte kettőn kívül a... Úgyhogy ha Bélottyat ajkait kifejté, a hamut mamunak, a szözt pösznek ejté. Akár néz elaszott bőr és csont karjára, mint két irhával bévont rakoncára. Lohat mellén csomó ruhák tekeregnek, melyek közt elhervadt csecsei fityegnek. Mint két kis vackor a sűrű levélben, mely alatt fonnyadt egész ősszel s télen. Vagy mint mikor az ért uborkát leszedik, s a napon megaszván a kóc közé teszik. Egy szóval nincs már benne semmi épség. Már elfelejtette nevét is a szépség. A történet egy farsangi mulatságon kezdődik. A szépnek messze nem mondható Dorottyáról a báli népnek csak a busójárás jut eszébe, pedig jelmezét ekkor még fel sem öltötte. A konfliktus forrása a Mátrikula, egy nagy könyv, amiből kiolvasható, kinek van férje, ki hajadon, s ki vénlány. Meg vannak jelölve, kik 12 esztendőt már elhagytak, hanem 64-et még meg nem haladtak. Mert ez az idő a lányok életében, amaz epochában, melyben már és melyben még van tűz a dámákban. Aki az időnek e két pontja közt van, annak mint megannyi angyal, olyan a kan. Látják? Egy veres keresztel vannak megjegyezve, akik el vannak véve, vagy jegyezve. Akik pedig örök magányban maradtak, nevük mellé, hát aszúfüggécskék irattak. Az ekkor már 60 esztendeje hajadon Dorottya szemrehányást tesz a férfiakra, hogy bátorságuk hiány nem merték megkérni még a báli leányok felét. Ezt a sértést még szó nélkül hagyták a legények, ám egy korabeli szójáték után az egyikük szólt egy merészet. Akkoriban divatja volt a zálognak. Midőn a kit szeretsz, ez a kérdés járja, rámegy a kérdés egyszer Dorottyára. A kit szeretszre felel, akárkit szeretek. És mit adsz neki enni, Dorottya? Hát... amennyit csak vehetek. És hova viszed, Dorottya? Hát, hová vinném, az ágyba. Bravót kiáltanak! A nevetéstől majd hanyatt hullanak. Mit mondott? Ágyba. Megszólal ecse a terem egyik sarkába. Mit mond? Ágyba? Tán a koporsóba, nem?
úgyis ott van már a kent fél lába. Ezt a sértést már nem tűrte Dorottya. A feje tetejére állította a báli forgatagot, és a közönség soraiból válogatott udvarhölgyeivel a férfiakra támadt. A győzelem. Támadás! Nős, hogy mertek az ember? Nős vagy? Akkor mit mosolyog? Ne sem! És te mit vigyorogsz? Nős vagy már? Mire vártad? Forduljunk, ezt itt el akarom intézni már rég. Te már nős vagy? Nesem. És ti ott hátul nősek vagytok már? Tessék? Gratulálok te kedves! Szia, te bűbájos! Kár, hogy nem engem vettél el, nem Meghallgatni Gál Tamás szenvedélyes előadásában a kissé átdolgozott Dorottya szöveget szórakoztatóan pótolja a gimnáziumi kötelező irodalom kissé poros, de nyelvileg remek darabjának elolvasását. Nekünk könnyebb a feladatunk, mint egy tanárnak, hiszen a tanárt minden nap látja a diák, ugye? Mi jövünk egy évben egyszer, új arcok, itt van segítségünkül a zenész, tehetséges zenész kollégám, a hegedűje, itt van segítségül a színjátékos, mi voltam, és 60 percen keresztül kell lekötnünk a figyelmet. Egy pedagógusnak meg ugye egész évben kell lekötni a figyelmet. Tehát ilyen szempontból nekünk könnyebb a feladatunk, olyan szempontból nem könnyebb, hogy ugye ez a mű, ez másfél évig készül, mire idáig forja ki magát, hogy mire 100%-ra tudom, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy megértsék, élvezzék, és ne unatkozzanak ez alatt a 70 perc alatt. A folyamatos interakció, a humoros szófordulatok és a történet cselekménye egy percre sem hagyja lankadni a nézők figyelmét. Korosztálytól függetlenül bárki számára nézhető és élvezhető. A trilógia ezzel a darabban lezárult, és legközelebb a jövő évben vendégeskedik majd Jászberényben a Csavar Színház. A művészek televízióknak elárulták, hogy egy kevésbé interaktív darabbal készülnek, mely Arany János tollából származik. A varázsfóla története egy mese, tel is tele varázslatos elemekkel, titokzatos vidékekkel, gonosz és jó erőkkel. Mozart operája ezúttal tömörítve hangzott el a legizgalmasabb pillanatokra és jelenetekre koncentrálva a Szolnoki Szimfonikusok bérletében. A varázsfúvola olyan, mint egy tükör. Aki belenéz, saját magát látja és megtalálja benne, akármit is keres. Írja Leibner János Mozart művéről. Ez Mozart csodálatos zenéje és a kedves mesés történet, mely minden életszakaszban hordozhat számunkra mondani valót. Mindegy, hogy fiatal szerelmesként, szülőként vagy bölcs idős emberként találkozunk újra a művel, mindig képes magával ragadni bennünket. Az igazán sok üzenetet tartalmazó mű a Felvilágosodás operájának íródott, kiemelve az eszme alappilléreit. Felvilágosodás operája, hogyha beszélhetek a műről, a Sarastro, a főpap, el is mondja, hogy a sötétségen győz a fény, és mi is ezt próbáltuk, azokat az áriákat és azokat a jeleneteket próbáltuk belerakni az operába, hogy megértsük a Tamino útját és az emberek útját a sötét középkorból, a felvilágosodás korába és az értelem korába, ahogy fejlődik a dolog, és ezeket a jeleneteket raktuk ebbe az előadásba. Segítség, segítség, a
Az előadás a történet karaktereinek és főszereplőinek fejlődésén mutatja be, hogy a felvilágosodás korában már az ész és az értelem fogja irányítani a világot. Ősi, ösztönös, érzelemmel telített áriái vannak. Ő az ösztön lény, az ősi káosz, az éj, a csillagok. Ő mindig ezt a sötét és bosszúszomjas és az érzelemekkel telített karaktert adja. A Papagéno a természet gyermeke, aki mindig derűs, ő a földműveseknek, az egyszerű embereknek a jelképe, minden neki minden természetes, neki minden könnyű. A Tamino, azok a jelenetek, amiket beletettünk az operába, először egy kígyótól ijed meg, ami talán egy fantomlény, talán az éjkirálynő, a babonás időknek a jelképe, és ahogy fejlődik a személyisége, egyre inkább megérti, hogy a világot inkább az ész és az értelem irányítja, mint a babonásság, és mint a éjkirálynőnek a fantázia lényei. Oh, megállj! Hát te meg ki vagy? Hát, ez olyan furcsa kérdés, hát ki volnék? Hát, apám fia volnék! És ha én is megkérdezném ezt tőled, én herceg vagyok! Herceg? Hát figyelj, fogalmam sincs, hogy mi az. És hogyan élsz? Hogyan élek? Furcsa kérdéseid vannak. Eszem viszont, mint mások. Na jó, de azt miből teszed? Hát miből teszem? Madarakat fogdosok a csillagfényű királyasszonynak és az udvarhölgyeknek, hogy pedig naponta adnak nekem ennem. A Varázsfúvola története egy mese. Tel is tele varázslatos elemekkel, titokzatos vidékekkel, gonosz és jó erőkkel. Mozart operája ezúttal tömörítve hangzott el, a legizgalmasabb pillanatokra, jelenetekre koncentrálva a Szolnoki Szimfonikusok bérletében. Ez egy nagyon nehéz darab, nagyon kényes, már a nyitányban nagyon virtuóz dolgokat írt Mozart, és a zene nagyon színesen mutatja be a lelki történéseket. Nagyon mély rétegei vannak ennek az operának, és nagyon nagy feladatokat állít a zenészek elé. Nem a teljes szereposztást hoztuk el, tehát nem az opera összes énekese fog szerepelni, de lesznek énekesek, és ők hozzák azokat az alapkaraktereket, amikkel be tudjuk mutatni az egész operát, tehát az egész opera átélhetővé válik, még hogyha csak egy keresztmetszetet is hoztunk el ide. Egy személyes szubjektív véleményt is kérek szépen, mennyire szereti ezt az operát, illetve nyilván ha valaki nem ismeri, bár kétlem, hogy az ide betuduló közönség nagy része nem célirányosan pont ezt meghallgatni jött volna, de ha valaki nem ismerne föl dallamokat, akkor hogyan ajánlanál nekik azon kívül, hogy ön miért szeretni? Én azért szeretem ezt az operát, mert a mondani valója is zseniális, és a zene, amit Mozart írt, az egyszerűen mennyei. A legnagyobb zeneszerző volt szerintem Mozart, és ezért is érdemes hallani, és mindig, amikor hallom ezt az operát, és szerintem a hallgatók és a nézők is, föltölt minket, és ellát olyan útravalóval, ami megkönnyíti a napjainkat, és könnyebbé teszi az életünket. Yeah.
Igazán remek élmény volt a Varázsfúvola a szónoki szimfonikusok előadásában, a majdnem teltházas Lehel Filmszínházban. A felvilágosodás ihlette zenetörténeti alapmű a valaha élt legnagyobb zeneszerző, Wolfgang Amadeus Mozart zsenialitását mutatja, mert ebben a mesében megjelenítette a szabadkőműves eszme alapjait, a bölcsességet, az erőt és a szépséget. Február 15-én az 1998. januárjában alakult Baltazár Színház látogatott el Jászberénybe, a hivatásos színtársulat egyedülálló Magyarországon, ugyanis értelmi sérült színészekből áll. Céljuk, hogy az előadásokat ne ahhoz képest ítéljék meg, hanem önmagukért. Társulatot működtető Baltazár Színház Alapítvány úttörő feladatot lát el azzal, hogy a fogyatékosságot háttérbe szorító és a művészi sorsot előtérbe helyező látásmóddal rendelkezik. Megteremti, hogy sérült emberek a tehetségükből éljenek meg. Működésének alapja, hogy előadásai társadalmilag ne kirekesztve készüljenek és kerüljenek bemutatásra. Az előadásokat ne ahhoz képest ítéljék meg, hanem önmagukért. Színpad az egy nagyító. Aki tehetséges, az megszépül. Ellenkező esetben is így van. És azt gondolom, hogyha ezeket a színészeket valaki az utcán látná smink nélkül, akkor nem biztos, hogy gondolná, hogy a színpadon milyen tehetségesek és milyen nagy ajándékot adnak a nézőnek. Úgyhogy az üzenet, amit persze nem úgy kell venni, hogy egy táblára írjuk, hogy ezt üzenjük, ki maga vonja le, hogy mit visz haza. Én azt gondolom, hogy ha működik jól a dolog, akkor kb. Az első percben elfelejtsük, hogy sérültek vannak a színpadon, mert nem azt nézzük, hanem magát a belefeledkezünk a játékba. A társulat működésével olyan kultúrát kíván megteremteni Magyarországon, amely társadalmi integráció lehetőségét nyújtja sérült embereknek. Célja, hogy tevékenységével a sérült emberek társadalmi megítélése megváltozzon. Minél szélesebb nézőréteget kíván megszólítani. A rendszeres színházba járókon kívül olyan embereket is szeretne a publikum soraiba bevonni, akik eddig nem látogattak más színházakat, de akiknek szociális érzékenységét a Baltazár Színház darabjai felébresztik. Tengerész a színben, tengerész, hagyd a tenger egy kicsit merész, nem volt elég a tenger, nem volt elég a tenger, te nem vagy hal, te nem vagy hal, csak ember. A színház óriási szerepet játszik a fogyatékosok másságának elfogadtatásában, út az értelmi sérült emberek számára az össztársadalomba való integrálódásához. Az emberekre az érzelmeken, a művészeten keresztül lehet leginkább hatni. A hatás eléréséhez az előadásaik magas színvonala a biztosíték. Mi jó van itt? Maga egy jó pofa! Na! Ne törökodod rá! Nem szeretem az ilyen törökodó pasikat! De édes, te cukor, úgy izgat, olyan jó szagad blúzod, úgy izgat. Meg vagyok 70. Te. 1998 nyarán kerültem a csapathoz, mert ugye a színház az januárban alakult, de én később kerültem a csapathoz nyáron, és hát akkor még hobbiként csináltam, mert akkor még rendes munkahelyem volt, de a színházhoz egy évvel később jöttem át, úgyhogy hivatalosan dolgozni. Az 1999-ben volt, akkor történt. Az immár nem cég, nem nyúl. Kialma már meg amiatt. A szív miatt szenvedni kár, már nem sik, és nem siker ma már. Így előtte egy kicsit nekem furcsa volt. Mert ugye, aki színésznek áll, vagy színésznek tanul, és bekerül egy ilyen társulatba, az először egy kicsit
nem tudom, talán furcsája, de aztán utána úgy érzi, hogy jó döntést hozott, hogy ezt a szakmát választotta, és hogy letette az asztalra. Én úgy gondolom, hogy jól választottam, aztán így összeszoktam a srácokkal, meg a lányokkal, úgyhogy szeretek velük dolgozni, és lehet velük mindenről beszélni. Gyerekek, kössük fel jól most a gumminét, a csata áll rajta, harcol viszi. Kicsike bátorság, s ilyen a boldogság, akivel az fújja velem a nótát, akivel az nyer, csak az nyer előre hát, mert aki fél, az ma nem boldogul. Aki mert az nyer, csak az nyer az angyalát, legyen a nő bátors, nem férfiak, nők, érzelmek, hangulatok, szépernő művein keresztül megelevenedik a 30-as évek világa. Korabeli sanzonok csendülnek fel, a Baltazár Színház félórányi kabaréjában a múlt ölelkezik a jelennel. Ne kérdezz, ki voltam, a csókodat én akartam, s ha majd egyszer megsokat, nekem nagyon tetszik ez a színdarab, őszintén megmondom. Én egy magányos nőt játszok, betéverek egy presszóba, és akkor ott veszekedés van a kalózok közt. Milyen érzés a többi színésszel együtt játszani? Nagyon jó. És nagyon jó kollégáim. És nagyon jó összetartunk. És habár én nagyon nehezen tudok tanulni, de megtanulom a szöveget, és az mindig is a fejembe marad a szöveg. Részek vagy! Isten bizony! Feri, ez te vagy! Te! Ne okoskodj! De mert ne borondolsz! Jó! Csak adjál egy csókot! Mi jutott eszedbe? Hát ezt... Te, ki a hang lesz? Jó, meg van engedve. Csak hagyjon a jelet meg. Kérlek. Na, te kérlek. Ki magyarázt el nekem ezt a csókatom egy képletét? Hogy az a csoda édesség, ami a hívet, a nős viszínhidrát. Nem egyéb, viszínhidrát. A Baltazár Színház oktatási programot, integrált művészeti képzést is működtet kortárs művészek részvételével. Megalakulások óta több mint 12 színdarabot mutattak be a nagy közönség előtt. Ezek közül a Fiúk-lányok című zenés komédia 30 percével a legrövidebb mű, melyet a szarkasztikus jelenetek és a korabeli sanzonok tesznek igazán utánozhatatlanná. Ez volt a Kultusz erre a hétre, két hét múlva ismét jelentkezünk. Addig is látogassák a jársági települések kulturális programjait. Minden jót, viszontlátásra!